teraz trošku nezvyklým spôsobom budem pokračovať. Prosím o trpezlivosť, Valika, dobre. Máme tu jednu mladú rodinu, kde táto mladá rodinka si prajú, pretože ešte na ich manželstvo nebolo nikdy vyprosené požehnanie. A oni teď fiatal család, akikre a házasságukra még nem volt áldás kérve. A teraz prišli, pretože majú túto túžbu, aby sme za nich sa modlili a vyprosili požehnanie. És mivel van vágyakozás a szívükbe, hogy kikérjük az áldást és imádkozzunk érettük. Preto by som vás poprosil, milá rodinka, keby ste vystúpili von aj s detičkami. Ezért kérjük ezt a fiatal családot, hogy lépjen előre a gyerekeikkel együtt. Mene Pána Ježiša vás pomazávam olejom. Az Úr Jézus Krisztus nevében megkenlek titeket olajjal. A zvestujem vám mene Pána Ježišovom. És az Úr Jézus Krisztus nevében hirdetem. Že ste milované deti Božie. Hogy ti szeretett gyerekei vagytok Istennek. A zvestujem vám, že Pán Ježiš vás miluje večnou láskou. És hirdetem nektek, hogy Isten örökké tartó szeretettel szeret. Tak to hovorí Pán Ježiš. Így mondja az Úr, Jézus Krisztus. Milujem vás večnou láskou. Szeretlek benneteket örök szerelemmel. A preto vám neustále činím svoju milosť. És azért állandóan kiröntöm rátok az én kegyelmemet. Môžete takto spolu dať ručky na moju ruku, dobre? Tak. Z celého srdca ti ďakujeme, Pani Ježišu. Tiszta szívből kívánjuk, Úr Jézus Krisztus. Ďakujeme ti za túto rodinku. Köszönjük neked ezt a családot. Ďakujeme ti za to, že nie z vôle človeka. Köszönjük neked, hogy nem emberi akaratból. Oni sú spolu. Vannak együtt. Ale z vôle tvojej. Hanem a te akaratodból. A tak pokorne prosíme, Pane. És ezért alázatosan kérünk, Uram. Aby si im odpustil všetky ich hriechy. Hogy bocsáss meg nekik minden vétküket. A ďakujem, že si draho za nich platil. És köszönjük, hogy drágán megfizettél értük. Tak to hovorí Pán Ježiš. Így mondja az Úr Jézus Krisztus. Drahí ste v mojich očiach. Drágák vagytok a szememben. Lebo som draho za vás platil. Mert drágán megfizettem értetek. Nie zlatom ani striebrom. Nem aranyal, nem ezüsttel. Ani nie drahými kameňmi. Nem drága kövekkel. Ale som platil za vás svojim životom. Hanem a saját életemmel fizettem értetek. A moja krv tam tiekla na Golgotskom kríži. És az én vérem ott ömlött a Golgotai kereszten. Takto veľmi vás milujem. Úgy annyira nagyon szeretlek benneteket. Odpúšťam každý váš hriech. Megbocsátom minden vétketeket. A každé vaše blúdenie. És minden očistujem. Tévelgéseitektől megtisztítlak benneteket. A tak vyjadrujem, že vás milujem. És kijelentem, hogy szeretlek benneteket. Večnou láskou vás milujem. Örök szeretettel szeretlek. A preto vám neustále činím svoju milosť. És azért állandóan teszem a kegyelmet. A tak buďte požehnaní. Legyetek áldottak. Nech je požehnaný váš vzťah. Legyen áldotta ti kapcsolatotok. Buďte požehnaní, keď budete vchádzať. Legyetek áldottak, ha bejöttök. I vychádzať. És elmentek. Buďte požehnaní, keď budete pracovať. Legyetek áldottak, ha dolgozni fogtok. Buďte požehnaní, keď budete odpočívať. Vagy ha pihenni fogtok. Buďte požehnaní, keď do niečoho sa pustíte robiť. Legyetek áldottak, ha belekeztek valamilyen munkába. A buďte požehnaní aj vtedy, keď budete dokončovať. És legyetek áldottak, ha azt befejezitek. Nech je požehnaný váš vzájomný vzťah. Legyen áldottak közös kapcsolatotok. A majte radosť tohoto vzťahu. És legyen örömötök ebbe a kapcsolatba. Lebo požehnanie Pána Ježiša Krista spočíva na vás. Lebo Úr Jézus Krisztus kegyelme nyugszik. Nyugszik rajtatok. A tak to hovorí Pán Ježiš. És így mondja az Úr Jézus Krisztus. Ochránim vás, aj požehnám vás. Megvédlek benneteket, és megáldlak benneteket. A povediem vás cestou, ktorou máte ísť. És elvezetek benneteket arra az útra, amelyen menetek. Ne dívajte sa dozadu. Ne nézzetek hátra. Ale dívajte sa dopredu. Előre nézzetek. Na veľvodcu a dokonávateľa vašej viery. A hitetek fejedelmére. A ja budem s vami po všetky dni života. És én veletek leszek az élet minden napján. Celé iste vás požehnám. Te
teljesen bizonyossággal. A požehnám aj vaše deti. Megáldlok benneteket, megáldom a gyerekeiteket. A budete požehnaní doma. És meg lesztek áldva otthon. Budete požehnaní v meste. Meg lesztek áldva a városban. Budete požehnaní na poli. Meg lesztek áldva a mezőn. A vtedy, keď budete cestovať, budete požehnaní. Ha utazni fogtok, akkor is meg lesztek áldva. Ochránim vás. Megvédelek benneteket. A požehnám vás na všetkých vašich cestách. És megáldlak benneteket az összes utaitokon. A pokoj Boží. Isten veletek. Istennek békessége. Ktorý prevyšuje každý rozum. Ami minden hatalmon felül van. Nech stráži vaše mysle. Őrizze meg a ti gondolataitokat. Krisztu Ježišovi, našom pánovi. Az Úr Jézus Krisztusba, a mi úrunkba. Od teraz až na veky. Most és mindörökké. Idte v pokoji. Menjetek békével. A nech požehnanie Božie spočíva na vašom vchádzaní i vychádzaní. És a Istennek a kegyelme legyen a ti bejöveteleteken és kimeneteleteken. Od teraz až na veky. Mostantól mindörökké. Amen. Amen. Ešte k tejto príležitosti požehnávania tohoto vzťahu manželského by som prečítal jeden veľmi zaujímavý žalm, ktorý mi pán Ježiš pre vás zvlášť dal. Akkor fordíšt. Meg azt a néhány mondatot. Tehát... No, jó. 133. Még ehhez az áldáshoz felolvasnák néhány igét a Bibliából. A to je 133. žalm. A 133. Zsoltárból. Prosím, aby ste si ho zapísali na tabulu svojho srdca, kérlek, lebo ho veľmi budete potrebovať v živote. Írjátok be a szíveteknek a hústábláira, mert nagyon szükségetek lesz az életbe. Pán Ježiš mi to dal na srdce pre vás. Az Úr Jézus a szívemre helyezte ezt számotokra. Hľa, aké je to dobré a aké je to milé, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu a ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Ime mi jó, és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse prémjére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak odaküld áldást az Úr, és életet örökké. Még néhány mondatot még fogod tolmácsolni. Aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Milyen jó és milyen kedves, amikor együtt lakoznak az atyafiak, egy értelembe vannak. Toto platí aj pre manželský vzťah. Ez a házasságra is érvényes. Tento môj slovenský preklad hovorí jednomyselnosť. Ez a én szlovák fordításom azt mondja, hogy jednomyselnosť, ez ilyen egy értelembe levést jelent, egy értelembe. Maďarský preklad hovorí len o spoločenstve. Tehát a magyar fordítás csak azt mondja, hogy együtt lakoznak. Ale slovenský preklad tam hovorí jasne, že aj spoločenstvo, ale v spoločenstve jednomyselnosť. De szlovák fordítás úgy mondja, hogy a közösségben is, de a közösségben egy értelmen levés. Lebo máme tú skúsenosť, že ľudia sa zídu v jednakom záujme. Mert van olyan tapasztalatunk, hogy emberek összejönnek egy céllal, egy érdekkel. Ale nie vždy sú jednomyselní. De nem mindig egy értelemben vannak. Ale to, čo dáva skutočne tú dobrú chuť spoločenstvu, de az, ami igazán megadja egy közösségnek a jó ízét, to je jednomyselnosť. Azaz egy értelemben levés. A ja sa vás chcem opýtať, ale tu všetkých prítomných, és én szeretnélek megkérdezni mindannyiótokat, akik itt vagytok. Ako môže byť cirkev jednomyselná? Hogyan lehet az egyház egy értelemben, egy gondolaton? Ako je to možné, či je to vôbec možné, aby manželia boli jednomyselní? Hogyan lehetséges, vagy lehetséges-e egyáltalán, hogy a házas párok egy értelemben, egy akaraton legyenek?
Viete, stretol som sa s mnohými manželskými pármi. Tudjátok, sok házastársal találkoztam. A stačilo niekedy, že len žena otvorila ústa a už som vedel, že títo manželia nie sú jednomyselní. És elég volt csak az, hogy az asszony kinyitotta a száját, már tudtam, hogy ezek nincsenek egy értelemben, egy akaraton. A stačilo, keď muž len zavzdychol, a už som vedel, že tam to manželstve nie je jednomyselné. És elég volt, hogy a férfi csak úgy föllélegzett, csak sóhajtott egyet, már tudtam, hogy ezek nincsenek egy akaraton, egy értelemben. Tú mnohomyselnosť môžu spôsobovať mnohé okolnosti, alebo mnohá tá tematika života. Tehát az, hogy a házastársak nincsenek egy akaraton, egy értelembe, azt sok minden dolog okozhatja egy házasságba. A ako vlastne my môžeme byť v manželstve, ale aj v spoločenstve veriacich jednomyselní? És akkor mégis hogyan lehetünk a házasságba, vagy itt a gyülekezeti egyházi közösségbe egy értelmen, egy akaraton? Je to veľmi jednoduché. Ez nagyon egyszerű. A predsa pre niekoho veľmi zložité. És mégis valakinek nagyon bonyolult. Môžem vám povedať, nič jednoduchšie neexistuje. De én megmondhatom nektek, hogy ennél egyszerűbb dolog nem is létezik. Ale ani neexistujú väčšie problémy ako manželstve. De nincsenek is nagyobb problémák, mint a házasságban. Čo to spôsobuje? De mi okozza ezt? Nie jednomyselnosť. Az, hogy nincsenek egy értelemben, egy akaraton. Požehnanie Pán Boh tam posiela, na ten vzťah, alebo na to spoločenstvo. Tehát az Isten az áldást azokba a kapcsolatokba, vagy abba a közösségbe küldi. Kde sú jednomyselne spolu. Ahol egy akaraton, egy értelemmel együtt vannak. Viete, čo to znamená? Tudjátok, mit jelent ez? Že majú jednu myseľ. Hogy egy az értelmük, egy a gondolatuk. Ako môžeme dojsť k jednej mysli? Hogyan jöhetünk, vagy hogyan juthatunk el oda, hogy egy gondolatunk legyen? Tak, že budeme mať všetci myseľ Pána Ježiša Krista. Úgy, hogy mindannyiunknak Jézus Krisztus értelme kell, hogy legyen mindegyikünkben. Viete, kedy som dokonale jednomyselný so svojou milovanou Zuzkou? Tudjátok, amikor én tökéletesen egy gondolaton vagyok az én szeretett Zsuzsikámmal. Keď ja tak myslím, ako Pán Ježiš. Hogyha én úgy gondolom, mint az Úr Jézus. A ona tak myslí, ako Pán Ježiš. És ő is úgy gondolja, mint az Úr Jézus. Lebo Pán Ježiš nemá dve mysle. Mert az Úr Jézusnak nincsen két értelme, két gondolata. Pán Ježiš nemá jednu mysel pre ženy. Tehát az Úr Jézusnak nincs egy külön gondolatvilága az a nők számára. A nemá zvláštnu mysel pre mužov. És nincs egy külön a férfiak számára. A nehovorí, že ó, vy ženy, vy ste chudinky pri tých mužoch. Nem mondja azt, hogy ó, ti nők, ti olyan kis szegénykék vattok a férfiak mellett. A vy mužov, ja vám celkom rozumiem, vy to máte už katasztrofálne. Vagy nem mondja a férfiaknak, hogy ó, ti férfiak, nagyon is értelek benneteket, nektek ez már katasztrofális ez a helyzet. Nemá dvojakú mysel Pán Ježiš Krisztus. Az Úr Jézusnak nincsen két értelmű gondolkozása. On má jednu mysel. Ő neki egyértelműek a gondolatai. Amen. Vtedy vieme byť jednomyselní v manželstvách, akkor tudunk egy gondolaton, egy akaraton lenni a házasságba. Keď myslíme tak, ako Pán Ježiš Krisztus. Ha úgy fogunk gondolkozni, mint az Úr Jézus. A tu vás veľmi prosím. És én erre nagyon kérlek benneteket. Všetko požehnanie nášho prežívania prechádza cez našu hlavu. Minden áldás az életünkbe először a mi fejünkön keresztül, gondolatunkon keresztül megy végig. A tu musíme dávať veľký pozor na svoje hlavy. És nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk a fejünkre. My do svojej hlavy nemôžeme púšťať hocijaké myšlienky. My a fejünkbe nem engedhetünk be bármilyen gondolatokat. My musíme len myseľ Kristovu pustiť. Csak Krisztus értelmét engedhetjük a gondolatainkba. A toto je naša prvoradá úloha kresťanov, és ez a mi első számú feladatunk keresztényeknek, aby sme chránili svoju myseľ, hogy őrizzük a mi gondolatainkat, aby to, čo by Pán Ježiš Kristus nepustil do hlavy, hogy azt, amit az Úr Jézus nem engedne be az ő fejébe, tak ani my nepustíme, azt mi se engedjük a fejünkbe, tak ako by Pán Ježiš nejednal,
úgy, ahogy az Úr Jézus nem egyezkedett. Akoby on nekonal, nejednal. Nem cselekedett. Tak, ani mi bizme ne robili tak. Tehát úgy, amit az Úr Jézus nem tett, azt nekünk se, azt mi se tegyük, mi se cselekedjük. Teraz sa obraciam k vám, milí mužovia. Ale všetci, ktorí ste tu. Most hozzátok fordulok, kedves férfiak. Chránte svoju myseľ. Őrizzétek a ti gondolataitokat. Nepúšťajte do svojej hlavy hociaké myšlienky. Ne engedjetek a fejetekbe mindenféle gondolatokat. Vaša hlava nie je smetný kôš. A ti fejetek az nem szemetes kosár. Nie je to nádoba na odpadky. Nem szeméttartó edény. Lebo ak dáte do nejaké nádoby odpadky, tak z tej nádoby bude páchnuť odpadkami. Mert ha valamilyen edénybe szemetet raktok, akkor az a edény bűzleni fog a szeméttől. Nemôžeš cez týždeň ísť na pornostránky. Nem mehetsz hétköznap a pornó oldalakra. A v nedelu ísť do zhromaždenia a chváliť Pána. És vasárnap elmenni gyülekezetbe és dicsérni az Urat. Ty nemôžeš zo svojej hlavy urobiť smetný kôš. Te nem csinálhatsz a fejedből szemetes kosarat. Pretože tá tvoja nádoba nesie vôňu. Mert a te edényed az hordoz egy bizonyos illatot magával. Čím si plnený, tú vôňu nesieš okolo seba. Amivel meg vagy telve, azt az illatot hordozod magad körül. A preto je veľmi potrebné, és ezért nagyon szükséges, aby z nás vychádzala vôňa. Hogy belőlünk illat áradjon. Vôňa Kristova. Krisztusnak az illata. Viete, ako vôňa Kristova z nás bude vychádzať? Tudjátok, hogy fog belőlünk Krisztus illata kisugározni? Že budeme mať myšlienky Ježiša, Pána Ježiša Krista. Úgyhogy az Úr Jézus Krisztus gondolatai lesznek bennünk. Ale ak tam pustíme iné myšlienky, de ha más gondolatokat engedünk be, tak ono to zakalí tú vôňu. Akkor az úgy megfertőzi azt a illatot, megbüdösíti. A potom sme zlou vôňou. És aztán rossz szagot fogunk árasztani. Preto nechajme očistiť svoje srdcia. Ezért hagyjuk megtisztulni a mi szíveinket. Vymime svoje hlavy od nekalých myšlienok. Mossuk ki a mi fejünket, most fejünkből a rossz, szennyes gondolatokat. Nech Krisztova krv očistí našu mysel. Az Úr Jézusnak a vére tisztítsa meg a mi értelmünket. A aby sme vedeli obsiahnuť a prijať myseľ Pána Ježiša Krista. Hogy tudjuk magunkba szívni, magunkba fogadni Jézus Krisztusnak a gondolatait, értelmét. A to je tá vôňa Kristova. És ez Krisztusnak az illata. To, čo by Pán Ježiš nemyslel, to nebudeme mysleť a my nimi. Azt, amit az Úr Jézus nem gondolt, mi se fogjuk gondolni. Tak, ako by Pán Ježiš nemyslel o mojej sestre, nebudem myslieť ani ja. Azt, amit az Úr Jézus nem gondolt az én testvérnőmről, én se fogok róla tak, gondolni. Tak, ako Pán Ježiš by nemyslel o mojom bratovi, nebudem myslieť ani ja. Tehát azt, amit az Úr Jézus nem gondolt az én testvéremről, nem fogom én se gondolni. A ako budem myslieť? És akkor hogyan fogok gondolkozni? No, ako Pán Ježiš Krisztus. Hát úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus. Praktikusan. Pán Ježiš hovorí, az Úr Jézus azt mondja, čo chcete, aby ľudia vám robili, to vy im činte. Hogyha szeretnétek, amit az emberek veletek cselekedjenek, azt cselekedjétek ti is az emberekkel. A čo by ste nechceli, aby ľudia vám robili, alebo ako by sa k vám mali chovať, tak vy sa tak nechovajte. És amit nem szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, azt ti se cselekedjétek Pozrite az emberekkel. Pozrite sa, ešte sme ani nečítali písmo. Figyeljétek, még nem is olvastuk az igét. A to slovo Pána Ježiša nám otvára do takej nádhernej pravdy našu mysel. De az Úr Jézusnak a beszédei úgy megnyitják a mi gondolatainkat az igazság felé, ilyen gyönyörű igazságok felé. A vlastne, pretože Kristus nie je rozdelený, mert a Krisztus az nincs ketté osztva, tak preto máme jednu myseľ. Ezért van egy gondolatunk. Myseľ Kristovu. Kristusnak a értelme. Nech nikto nemyslí o sebe ináč, ako by si myslel o tebe Pán Ježiš. Senki ne gondolkozzon saját magáról máshogy, mint ahogy az Úr Jézus gondolkodik róla. A nemyslí o svojej žene
alebo o svojich blížnych ináč, ako by o nich myslel Pán Ježiš Krisztus. És ne gondoljál mást a körülötted lévőkről, mint amit az Úr Jézus gondol róluk. A keď mi takto sa zídeme ako spoločenstvo, és hogyha mi így összejövünk, mint közösség, tak budeme mať mysel Kristov. Akkor az Úr Jézusnak az értelme lesz bennünk. A budeme sa tak chovať v tom spoločenstve, ako chceme, aby sa chovali k nám. És úgy fogunk viselkedni abba a közösségbe, hogy szeretnénk, ahogy velünk viselkedjenek. Ak niekto odíde odtiaľto a povie, nikto si ma tam nevšimol. És ha valaki elmegy innen, és azt mondja, hogy senki nem is vett észre itt engem. Sám seba odsúdil. Saját magát ítélte. Lebo on sám si nevšimol nikoho. Mert ő maga nem vett észre itt senkit. A ak chceš, aby si ťa všimli všetci, ha azt szeretnéd, hogy észrevegyenek téged, hogy mindenki észrevegyen, tak si aj ty všetky všimni. Akkor te is vegyél észre mindenkit. Lebo čo budeme rozsievať, mert amit el fogunk vetni, to budeme žať. Azt le is fogjuk aratni. My nie prichádzame do spoločenstva cirkvi. Mi nem egy egyházi közösségbe jövünk. Tehát ako pijavice. Tehát nem mind a piócák, ktoré hovoria daj. Akik azt mondják, hogy adj. Ale my prichádzame do spoločenstva s tým, že tu chceme niečo dať. My úgy jövünk a közösségbe, hogy valamit adni akarunk. A ja vám poviem, že ja keď pri týchto príležitostiach len dávam a nič nedostanem. Én megmondom nektek, hogy ezeken a alkalmakon, hogyha csak adok és semmit nem kapok, tak mám pocit, ako keby som vycúcaný bol so samými pijavicami. Akkor olyan érzésem van, mint hogyha piócák kiszívtak volna engemet. Ale viete, keď ja vidím, že každý prišiel dať do tohoto obecenstva. De ha azt látom, hogy mindenki adni jött ebbe a közösségbe. Úsmev, ruku, záujem, požehnanie, radosť. Egy mosolyt, egy kézfogást, egy érdeklődést, örömöt. Vieš, aký som po takom dni, Jarko? Že mohli by sme začať od začiatku. Tudod, hogy milyen boldog vagyok akkor, hogy akkor kezdhetnénk az egészet előről. Lebo nie som vycúcaný, nie som ako s pijavicami vyžmíkaný. Mert akkor nem olyan vagyok, mint amit a piócák kiszívtak. Sú ľudia, ktorí s tým zámerom prichádzajú do spoločenstiev, že čo dostane? Hát vannak emberek, akik úgy jönnek a közösségbe azzal a gondolattal, hogy mit fogok kapni. A to je zlý postoj srdca. De ez a szívnek egy rossz hozzáállása. My musíme prichádzať do spoločenstva s tým, že máme, každý máme. Nekünk azzal a gondolattal kell gyülekezetbe jönni, hogy mindannyiunknak van valami. Mám lásku v srdci. Van szeretet a szívemben. Mám záujem o brata, sestru. Van érdeklődés a szívemben, a testvéreim felé. Tie deti musia cítiť, že sú tu milované, že sú tu akceptované. Tehát gyerekeknek érezniük kell itt, hogy ők szeretve vannak, hogy elfogadva vannak. A oni, deti musia ťahať rodičov do tohoto spoločenstva, lebo tu každý si ich všimne, tu ich každý miluje. Tehát gyerekeknek húzniuk kellene a szüleiket a közösségbe, azért, mert őket itt mindenki szereti, mindenki elfogadja. Ale keď si ich tu nikto nevšimne, de ha itt őket senki nem veszi észre, tak tu je veľký problém. Akkor itt nagy probléma van. Lebo sme sem neprišli dať, ale len brať. Akkor nem azért jöttünk, hogy adjunk, hanem csak azért, hogy kapjunk. A vy, sestry, ktoré máte doma špajzu. És ti testvérnők, akiknek van otthon éléskamrátok. Vy viete, ako je to, keď zo špajzy sa len berie. Ti tudjátok, milyen az, amikor az éléskamrából csak elvesznek. Nakoniec zostanú len prázdne police. Tehát a végére már csak üres polcok maradnak. A niekde už aj police povinášajú. Keď už nemám tam klobásu a slaninu, tak zoberem už aj police odtiaľ. Tehát a végén már üres polcot is kiviszik onnan, mert ha nincs ott szalonna meg kolbász, akkor már polcot is kiviszik. Ale takto to je mnohokrát manželstvo. De így van ez sokszor a házasságban is. Manželstvo je ako takáto špajza. A házasság az olyan, mint egy éléskamra. Z ktorej musíme nielen brať, ale do ktorej musíme aj prinášať. Ahonnan nem csak kihordani kell az ételt, hanem bevinni is. Musíme nastaviť, prestaviť svoje myslenie. Be kell állítani a mi gondolkodásmódunkat. Máme prestaviť to svoje myslenie na to, že ja teraz nečakám, aby mi dávali, ale ja som tu na to, aby som dával. Tehát át kell állítani a mi gondolkozásmódunkat arra, hogy én nem azért vagyok itt, hogy csak kapjak, hanem azért, hogy adjak is. Aby som rozdal, hoci mám prázdne vrecká, ale mám plné srdce.
De hogy adjak még, hogyha a zsebeim üresek is, de a szívem tele van. A to, čo mám v srdci, aby som rozdával. És amivel tele van a szívem, azt szétosztogatom. Lebo nie vždycky peniaze obohacujú. Mert nem mindig a pénz gazdagít. Alebo materiálne veci. Vagy a anyagi dolgok. Ale záujem jeden od druhého. Hanem az, hogy érdekel az, hogy mi van a másikkal. Viete, ktoré je bohaté manželstvo? Tudjátok, melyik a gazdag házasság? Kde manželka má záujem o svojho muža? Ahol a feleség érdeklődik az ő férje iránt. A kde muž sa zaujíma o svoju ženu. És ahol a fér érdeklődik az ő felesége iránt. Tam, kde už toto nie je, ahol ez már nincs meg, tam je už vyjedená špajza. Ott már ki van edve špajz. Ale nečakajte, aby ten druhý doniesol do tej špajze. De ne azt várjátok, hogy az a másik vigyen a éléskamrába ale valamit. Ty zober do tej špajze. Hanem te vigyél oda be valamit. A keď budeš nosiť do tej špajze, és hogyha oda fogod behordani a éléskamrába a dolgokat, dvere, akkor egyszer csak kinyitod a ajtót, všetko to požehnanie sa na teba vysype. És akkor minden az összes áldás rád fog folyni abból lebo a éléskamrából. Lebo nie len odnášané, ale je tam, sa tam prináša. Mert abból éléskamrából nem csak elhordva volt, hanem behordva is. Mužovia. Férfiak. Prosím vás. Kérlek benneteket. Milujte svoje ženy. Szeressétek a feleségeiteket. Možno, že budem hovoriť veľmi nechutné veci. Lehet, hogy most nagyon gusztustalan dolgokat fogok mondani. Ale neokrádajte o svoje ženy. De ne raboljátok meg a ti feleségeteket, ne lopjátok o sexuálne spolužitie. A szexuális közösségtől, együttléttől. Tým, že ste leniví a urobíte si to sami. Azzal, hogy lusták vattok és saját magatoknak csináljátok. Vy, sestry. Testvérnők. Neokrádajte svoje manželstvá. Ne raboljátok meg a ti házasságotokat. Svoje city a svoje prežívanie nejakým fluidum, nejakým láskam rozdávate. Hogy a ti érzéseiteket és a ti érzelmeiteket valamilyen fluidum, nejaké vymyslené. Ilyen elképzelt romantikus álmoknak adjátok. Alebo začnete dvoriť iným mužom. Vagy más férfiakkal flörtöltök. Nerobte to. Ne csináljátok. Kradnete, a to nie je mysel Kristova. Loptok, és ez nem a Krisztusnak az értelme. Kradnú aj ženy. Lopnak a nők is. A kradnú aj mužovia. És lopnak a férfiak is. Možno, že je to nepríjemné kázanie, čo vám hovorím. Lehet, hogy ez egy kellemetlen prédikáció. Ale most, musím to hovoriť. De muszáj mondani. Lebo Duch Svätý veľmi kladie na moje srdce. Mert a Szent Szellem nagyon a szívemre helyezte. Že preto mnohokrát manželstvá padajú a klesajú. Hogy sokszor a házasságok azért esnek szét és mennek tönkre. Lebo sa navzájom muž okráda ženu a žena okráda muža. Mert kölcsönösen a férfi meglopja a nőt, és a nő meglopja a férfit. Toto má začať tú nápravu. Kinek kell elkezdeni a helyreállítást? Ten, kto počuje. Az, aki hallja. Ten, kto počuje. Az, aki hallja. Ak budeš čakáš, že to bude začať ten druhý, ha azt fogod várni, hogy az a másik fél kezdje el, môžeš čakať do súdneho dňa. Várhatsz ítélet napig. A potom príde súd. És aztán jön az ítélet. Spravodlivý súd. Igazságos ítélet. Ale nemyslíš, že spod toho spravodlivého súdu budeš ospravedlnený, alebo ospravedlnená. De ne gondolt, hogy ebbe az igazságos ítéletbe te föl leszel mentve. Dnes, keby ste počuli jeho hlas. Ma, ha hallanátok az ő hangját. Čiňte pokánie. Csináljatok bűnbánatot. Zmeňte svoje myslenie. Változtassátok meg a gondolkozásokat. Majte mysel Kristovu. Legyen Krisztusi értelmetek. Žehnajte jeden druhého. Áldjátok egyik a másikat. Noste do tej špajzy hojnosť požehnania. Vigyétek a špajzba a bőség, áldásnak a bőségét. A keď budete sa blížiť tým dverám, és ha fogtok közeledni ahhoz az ajtóhoz, tak už budeš cítiť, ako sa to všetko vyvalí na teba to požehnanie. Fogod érezni, hogy az a sok minden úgy rád ömlik az Isten áldásából. Ale ak budeš tak mysleť o manželstve ako pijavý, de ha úgy fogsz gondolkozni a házasságról, mint egy pióca, tak vysaješ všetko a nikdy nebudeš nasýtený. Akkor mindent ki fogsz szívni, és soha nem fogsz betelni. Taká budeš ako pijavica, ktorá celý život len saje a vždycky je prázdna. Olyan leszel, mint egy pióca, aki egész életében csak szív, de soha nem telik meg. Na takomto živote nespočíva Božie požehnanie. Ilyen életen nem nyugszik Istennek na takomto živote spočíva Božia kliatba. Ilyen életen Istennek átka nyugszik. A ja ťa teraz vyzývam. És én most hívlak téged. Aby si vyšiel a vyšla spod tejto kliatby. Hogy gyere ki ezől az átok alól. Hogy do jednomyselnosti. Gyere az egyértelmű gondolkozásba. Do jednomyselnosti v manželstve.
a házasságba az egy értelemre. Do jednomyselnosti v zborovom živote. A gyülekezeti életben is az egy értelme. Volám ťa do mysle Kristovej. Hívlak Krisztus értelmébe. Lebo nebesia a zem pominú. Mert a föld és az ég elmúlnak. A všetko, čo bolo tak krásne zladené, stvorené, to všetko zmizne. Minden, ami olyan szépen meg lett teremtve és alkotva, mind el fog tűnni. Ale to jedno ostane. De egy megmarad. To slovo pánové. Az Istennek a beszéde. Kde on prikázal požehnaniu až na veky. Ahol ő áldást mondott örökre. Vieš si predstaviť? El tudod képzelni? Že so svojou ženou budeš na večnosti. Hogy a feleségeddel leszel egy örökké valóságon keresztül? Viete si predstaviť, že s tými bratmi a sestrami, s ktorými žijeme, tam budeme na večnosti susedia? Hogy azokkal a testvérekkel, akikkel együtt vagyunk most, egy örökké valóságon keresztül szomszédok leszünk? Možno, že niektoré ste si pomysleli, Pán Boh chráň. Lehet, hogy most valaki azt gondolt, hogy Isten őriz. Ale my musíme tak milovať jeden druhého. De nekünk úgy kell szeretni egyik a másikat. A taký úprimný, čistý vzťah máme mať jeden s druhým. És olyan tiszta és őszinte kapcsolatnak kell lenni egyik a másikkal. Že keď sa rozkázame z tohoto miesta, hogyha most szétmegyünk erről a helyről, tak nás to bolí, akkor fáj. A znovu čakáme, kedy sa znovu stretneme. És újra várjuk azt, hogy mikor találkozhatunk már újra. Ó, a keď nevieme sa tu stretnúť na tejto zemi. És hogyha nem tudunk ezen a földön találkozni. Ó, tam budeme v nebi s Pánom Ježišom. Akkor az Úrral a mennybe leszünk együtt. Ja keď vidím, vždy keď odchádzam ku koncu týždňa na evangelizácie. Én amikor a hétvégén mindig készülök az evangelizációkra. A moja manželka vyjde a kýva mi, kým má... ešte má v obzore. Akkor, amikor elindulok, a feleségem kijön és integet nekem, ameddig lát. Viete, ako je ťažko mi odchádzať od nej. Tudjátok, milyen nehéz nekem akkor eljönni tőle. Viete, ja nie som už v pubertálnom veku. Én már nem vagyok egy kamaszkorban. Ale niečo iné mi chýba. De valami más hiányzik nekem. Mne chýba jej blízkosť. Nekem az ő közelsége hiányzik. Chýba mi, aby som jej mohol povedať, ľúbim ťa, žena moja. Hiányzik nekem, hogy azt tudjam neki mondani, hogy szeretlek, feleségem. Chýba mi, že by som do tej špajze mohol priniesť. Hiányzik nekem, hogy abba éléskamrába nem tudok bevinni. Vagy a radujem sa na nové stretnutie s ňou. És örvendezek a új találkozásra vele. Tak je to aj zbore bratov a sestier. Ugyanígy van a gyülekezetben testvérekkel, testvérnőkkel. My musíme s bolesťou sa lúčiť. Nekünk fájdalommal kell búcsúznunk. A už vtedy, keď sa lúčime, musíme mať v srdci túžbu, kedy sa zase stretneme. És amikor búcsúzunk, már ott kell, hogy legyen a kívánság a szívünkben, hogy mikor találkozunk újra már. Pán Ježiš sa rozlúčil od svojich. Az Úr Jézus elbúcsúzott az övéitől. A povedal, že znovu príde. És azt mondta, újra eljövök. Ak je dobrý môj vzťah s mojim pánom, kedy sa uvidíme, Pane Ježišu? És hogyha nekem jó kapcsolatom az Úr Jézussal, akkor azt mondom, hogy mikor találkozunk már, Úr Jézus? Ak je ten skutočne Kristo, ak mám Kristovú mysel, tak túžim sa stretnúť s ním. Hát, ha tényleg Krisztusi értelem van bennem, akkor vágyakozok vele találkozni. Koľký z nás sa modlíme za to, príď, Pane Ježišu, nech ťa už vidím, nech ťa už stretnem. Hányan imádkozunk érte, hogy jöjj, Úr Jézus, mikor láthatlak már? Máme mysel Kristovu? Van bennünk Krisztus értelme? Alebo máme Adamovskú mysel? Vagy Ádámnak a gondolkozása van bennünk? Adamovská mysel netúži po Kristovi. Az Ádám gondolkozása nem vágyik Jézus Krisztusra. Adamovská mysel to je mysel pijavíc. Daj! Az Ádám értelme, az a piócának a értelme az, hogy adj. Ale Krisztova mysel. De az Úr Jézusnak az értelme. To je tá mysel Otcova. Az az atyának az értelme. Lebo tak Boh miloval svet. Mert úgy szerette Isten a világot. Že svojho jednorodeného syna dal. Hogy az egyszülött fiát adta érte. Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Ale mal život. Hanem örök élete legyen. Dám. Vidíte, to je charakter otcov. Látjátok, ez az atyának a jelme. Dať. Adni. Daj úsmev. Adj mosolyt. Keď máš prázdne vrecká, daj, čo máš. Ha üresek a zsebeid, add, amit ale van. Ale daj. De adj. Lebo ak takto, nie takto je nadstavené tvoje srdce. Mert ha nem így van beállítva a te szíved.
odídeš odtiaľto chudobný. Akkor szegényen fogsz elmenni erről a földről és üresen. A tak, milí manželia. És így, kedves házas pár. Pán Ježiš vás požehnal. Az Úr Jézus megáldott benneteket. Požehnal vaše dietky. Megáldotta a ti gyermekeiteket. A máte veľké privilégium. És egy nagyon nagy kiváltságotok van. Urobiť toho druhého človeka šťastný. Boldoggá tenni azt a másik felet. Ty, drahý otecko. Te, drága édesapa. Ako otec ti chcem radiť. Mint apa, úgy szeretnék neked tanácsot adni. Som otec šiestich deť. 6 gyermek apja vagyok. A každého jedného milujem. És mindannyiukat szeretem. A všetkých žehnám. És mindegyiküket áldom. Neočakávam od nich nič. Nem várok el tőlük semmit. Ale dávam. De adok nekik. Dávam lásku. Adok nekik szeretetet. Dávam pozornosť. Figyelmet. A oni, keď to vidia. És ők, amikor ezt látják. Tak oni to vracajú. Akkor ők visszaadják nekem. Aj oni dávaj. Ők is adnak. Aj oni mňa činia šťastný. Ők is engem boldoggá tesznek. Ale niekto to musí začať. De valakinek el kell ezt kezdeni. My otcovia sme prvorade kňazmi našich rodín. És mi apák elsősorban papok vagyunk a mi családom. Szeretetet adott az én szívembe. Tak to nie je podľa tela. Akkor az nem teszt szerinti szeretet. Ale mňa Pán Ježiš tak objal, takou veľkou láskou. De engem az Úr Jézus olyan nagy szeretettel ölelt meg. Že odtedy moje srdce jednoducho sa premenilo prameň. Hogy az én szívem onnantól kezdve forrásá változott. A z mojho srdca vyteká tá Božia láska. És az én szívemből az Istennek a szeretete folyik ki. Nemôžeš povedať, že ty si nedostal lásku, preto nedávaš. Nem mondhatod azt, hogy te nem kaptál szeretetet, azért nem adsz szeretetet. Ty si dostal tú najväčšiu lásku. Te megkaptad azt a legnagyobb szeretetet. Lebo tak ťa Boh miloval. Mert ennyire szeretett. Pozri na Golgotu, pozri na kríž, ako ťa Boh miloval. Nézz a Golgotára, nézz a keresztre, Isten mennyire szeret benneteket. A čo povedal Pán Ježiš, Pánko? És mit mondott az Úr Jézus? Že na to nemá nikto väčšej lásky. Hogy senkiben nincs nagyobb szeretet. Než aby položil svoj život za svojich priateľov. Mind aki életét adja az ő testvéreiért, barátaiért. On dal. Ő odaadta. Dokázal tú lásku. Objal nás. Adta ezt a szeretetet, megölelt bennünket. A mi z tejto lásky berieme. És mi ebből a szeretetből veszünk. To je nevyčerpatelný zdroj. Ez kimeríthetetlen forrás. Viete, bol som vo Švajčiarsku. Tudjátok, voltam Svájcban. Na jednom veľmi zaujímavom mieste. Nagyon érdekes helyen. Tam rieka tiekla a tak zo skál a húčalo to, tam bol taký huko, tam sa nedalo rozumieť slova navzájom. Ott egy folyó folyott a sziklákból, és olyan erővel folyott, olyan erővel zúgott, hogy a szavainkat nem lehetett érteni, olyan hangos ale volt. Ale takou sviežosťou to pôsobilo. De olyan frissességgel hatott. Ako keby priamo tam vyvierala tá rieka, ale mohutne, mohutne. Mint hogyha ott fakadt volna az a folyó, de hatalmasan. Viete, čo urobili bedu, teda títo švajčiari? És tudjátok, mi csináltak ezek a svájciak? Zobrali nejakých beduínov tam z púšte, ktorí nikdy nevideli rieku. Tehát oda vittek ilyen beduínokat a sivatagból, akik soha nem láttak ilyen folyót. A priviedli ich tam na to miesto. És oda vitték őket erre a helyre. A tí beduíni stáli a dívali sa. És ezek a beduínok ott álltak, és csak figyeltek, és csodálkoztak. A títo ľudia im už hovorili, no dobre, už ste sa popozerali, tak ideme ďalej. Ale oni stáli a dívali a čakali. És akkor mondták nekik ezek a svájciak, hogy jó, hát már most megnéztétek, befejeztük, most már menjünk tovább. De ezek csak álltak, és csodálkoztak. Nemohli sa utiaľ pohnúť. És nem tudtak onnan elmozdulni. A potom sa ich pýtajú, no tak prečo nejdete už? És akkor kérdezték tőlük, hogy de miért nem tudtok elindulni? Čakáme, kedy to zastane, toto tečenie. És azt mondja, hát azt várjuk, hogy mikor áll el ez a folyás. Hori, to tisíc ročia tečie to takto. És akkor mondják nekik, hogy de hát ez már 1000 éve toľko így folyik. Vody. Nikdy v živote sme to nevideli. Azt mondja, ennyi víz, életben nem láttunk ennyi vizet. Oni fakt mali predstavu, že to musí niekedy prestať.
És ő nekik tényleg az volt a elképzelésük, hogy ennek valamikor meg kell állnia. Hát, toto je to veľké tajomstvo. És ez az a nagy titok. Že ty keď sa napíješ tej vody. Hogyha te iszol abból a vízből. Ty keď zažiješ to objatie Pána Ježiša. Ha te átéled az Úr Jézus ölelését. Tak to objatie jeho sa premení na takú veľkú radosť. Hogy az a ölelés egy akkora örömmé változik benned. Že to nikdy neprestane. Hogy az soha nem fog megállni. Nikto to nebude vedieť zahasiť. Senki nem fogja tudni eloltani. Nech by si nedostal lásku od človeka. Hogyha nem is kapnál szeretetet emberektől. Tá láska Božia tak naplní tvoje srdce. Azaz Istennek a szeretete úgy megtölti a te szívedet. Že keby si aj nedostal lásku človeka. Hogyha nem is kapnál emberektől szeretetet. Ty stále budeš dávať. Te mindig adni fogsz. Lebo ten, tá voda sa premiení na prameň vyvierajúci. Mert az a víz átváltozik ilyen forrássá, ami ömlen fog. A ten prameň neprestane až na veky. És ez a forrás soha nem fog elapadni. Preto je napísané, že láska nikdy neprestáva. Ezért van megírva, hogy a szeretet soha nem múlik el. A keď, není problém. A keď niekto povie, že ja som ho miloval, és hogyha valaki azt mondja, hogy én szerettem őt, alebo ja som ju miloval, vagy szerettem őt. Musím vám povedať, nikdy nem miloval. On miloval seba, alebo ona milovala seba. Azt kell mondanom, hogy soha nem szerette. Lebo láska nikdy neprestáva. Csak saját magát szerette. Spomente si na tú rieku, pred ktorými stáli tí beduíni, tá rieka, kým svet svetom bude tiesť. Mert a szeretet az soha nem múlik el. Emlékezzetek arra a folyóra, ott ahol a beduínok álltak, hogy az amíg a világ világ lesz, az folyni fog. A keď niekto povie, že ja som miloval toho človeka és a už ho nemiluje. És ha valaki azt mondta, hogy szerettem azt az ember, de már nem szeretem, akkor soha nem szerette. Lebo láska nikdy neprestáva. Mert a szeretet az soha nem áll le, soha nem múlik el. Všetci potrebujeme zažiť to objatie Pánov. Tehát mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy átéljük az Úr Jézus ölelését. Napiť sa z tej vody. Hogy ígyunk abból a vízből. Aby sa to premenilo v nás. Hogy átváltozzon bennünk. A aby sme takto v tomto objatí. Hogy mi abba az ölelésbe. Aby sme vedeli dať ďalej tú lásku Božiu. Tovább tudjuk adni azt az isteni szeretetet. A nikdy sa z toho neunavíme. És soha nem fogunk belefáradni. Pretože láska nikdy neprestáva. Mert a szeretet az soha nem fogy el, soha nem múlik el. Majte jednu myseľ. Legyetek egy értelemben. Majte myseľ Pána Ježiša Krista. Legyen bennetek az Úr Jézusnak az értelme. Viete, čo vie uzdraviť kresťanstvo na celom svete? Tudjátok, hogy mi gyógyítja meg a kereszténységet az egész világon? Že tie jalové všelijaké ľudské učenia vyhodia z hlavy. Hogy ezeket a mindenféle emberi tanításokat, irányzatokat kidobják a fejükből. A začnú prostínko ako deti nasledovať Pána Ježiša Krista. És mint a kis gyermekek egyszerűen elkezdik követni az Úr Jézus Krisztust. To je tak jednoduché. Ez annyira egyszerű. Ako som to povedal. Ahogyan elmondtam. A predsa to jednoduché je najzložitejšie na svete. És mégis ez az egyszerű, a legbonyolultabb az egész világon. Viete prečo? És tudjátok, hogy miért? Lebo sú ľudské autority. Mert emberi autoritások vannak. Sú ľudské myšlienky. Emberi gondolatok. Sú ľudské záujmy. Emberi érdekek. Len jeden je záujem Boží. De egy az Istennek az érdeke. A to je myseľ Ježiša Krista. És ez Jézus Krisztusnak az értelme. Predstav si. Képzeld el. Že na ničom inom by si v svojom duchovnom živote nepracoval, len na tom, aby si získal myseľ Krisztov. Képzeld el, hogy a te szellemi életedben semmi máson nem munkálkodnál, csak azon, hogy a Krisztus értelmét megszerezd. Vieš, aké veľké zmeny by si, prevratné zmeny by si urobil v tomto kresťanskom svete? Tudod, hogy mekkora fordulatokat és változásokat hoznál ebbe a keresztény világba? Ale ľudia majú svoje učenia. De az embereknek megvannak a maguk tanításai. Keď niekomu zvestujem z nejakej náboženskej skupiny, Krista povie, no my máme dobrého pána farára. Hogyha valahova elmegyek valami felekezetbe, és hirdetem nekik az Úr Jézust, akkor azt mondják, hogy hát nekünk jó papunk van. A inde povedia, joj, my máme také dobré zromaždenie.
Všetci sa tam dobre cítime. Máshol azt mondják, jaj, nekünk olyan jó összejöveteleink vannak, mindenki olyan jól érzi magát ott. A hovorím, je tam aj Pán Ježiš. És azt kérdezem, de az Úr Jézus is ott van. No neviem, možná, že tam je, ale my sa dobre tam cítime. Azt mondja, nem tudom, lehet, hogy ott van, de mi jól érezzük magunkat. No, tam, kde sa Pán Ježiš necíti dobre. No, ott, ahol az Úr Jézus nem érzi jól magát. Ani ja by som sa nemal cítiť dobre. Hát ott nekem se kellene jól érezni magam. To, poznáte tú rozprávku Cisárove nové šaty. Ismeritek azt a mesét, hogy a császár új ruhája? Viete, čo povedalo to dieťa? Tudjátok, mit mondott az a gyerek? Naraz to dieťa zakričo, veď on je nahý! Egyszer csak az a gyerek elkiáltotta magát, hát ő mesztelen. Puticho! És akkor azt mondja, csöndbe legyél. O tom hovoria, aké pekné šaty má. Arról beszél mindenki, hogy milyen szép ruhái vannak. Ale veď on je nahý! De hát ő mesztelen. A dieťa nevedelo túto falš prijať. És ez a kisgyerek nem tudta ezt a hamis dolgot elfogadni, ezt a hazugságot. Len dospeli vedia falše prijímať. Csak a felnőttek tudják a hamis dolgokat elfogadni. A dokonca dospeli lúbia, keď im tí vodcovia klamu. És a felnőttek még szeretik is, ha ezek a vezetők hazudnak nekik. Ale Pán Ježiš neklame. De az Úr Jézus nem hazudik. Pán Ježiš hovorí pravdu. Az Úr Jézus igazat mond. Lebo on je cesta, pravda i život. Mert ő az út, az igazság és az élet. Takže buďte požehnaní, naši drahí. Tak legyetek áldottak, drágáim. Nech požehnanie Božie na vás počinie. Az Úr Jézusnak az, a áldása nyugodjon meg rajtatok. A nech sa to prejaví v tom, že budete nosiť do tej špajze. És nyilvánuljon meg abba ez az áldás, hogy abba éléskamrába vinni fogtok. A teraz, keď už náš čas blíži sa k záveru. És most, hogy az időnk a végéhez érkezik. Budeme sa modliť. Imádkozni fogunk. Prosím, aby sme sklonili svoje hlavy, svoje srdcia. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket, szívünket. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste. Köszönöm, aké drága Úr Jézus Krisztus. Za tieto drahé srdcia, ktoré si doviedol z ďaleka i blízka. Ezekért a drága szívekért, akiket közelről és messziről idehoztál. Ó, Pane, počúvam tu okolo seba jazyky. Hallok magam körül itt mindenféle nyelveket. Ďakujem ti za to, Pane, že si nás doviedol z rôznych národov. Köszönöm, Uram, hogy mindenféle nemzetből ide vezettél bennünket. Pretože ty si tu prítomný. Azért, mert te itt jelen vagy. Všetci títo ľudia prišli kvôli tebe, Pane Ježišu. Ezek az emberek mind miattad jöttek ide, Úr Jézus. Ty buď oslávený. Te legyél dicsőítve. Ty buď milovaný. Te legyél szeretve. Nech naše oči vidia teba. A mi szemeink hadd lássanak téged. Nech naše srdcia milujú teba. A mi szíveink hadd szeressenek téged. A nech naše ústa vyznávajú teba. Hogy a mi ajkaink valljanak meg téged. Požehnaj toto zhromaždenie. Áld meg ezt a gyülekezetet. Drahí moji bratia a sestry. Drága testvéreim és testvérnőim. Buďte plní Ducha Svätého. Legyetek telve Szent Szellemmel. Buďte plní slova Kristovho. Legyetek telve Krisztusnak a beszédével. Buďte plní jeho charakteru. Legyetek telve Krisztus jellemével. Aby Ježiš Kristus vás bol citeľný. Hogy bennetek az Úr Jézus érezhető legyen. Na všetkých miestach. Minden helyen. Aj tu. Itt is. Aj na ceste. Az úton. Aj doma. És otthon is. A všade, kde vás Pán Boh postaví. És mindenhol, ahova az Úr Jézus állít aby benneteket. Aby všade cítili hogy mindenhol érezzék Krisztus illatát. Aby to nebol zápach hogy az smetného kvoša. Az ne a szemétkosár bűze legyen. Ale aby to bola dobrá vôňa. Hogy jó illat legyen. Učiň, Pane, túto milosť nami. Cseleked meg ezt a kegyelmet. Nech tie tvoje dobré myšlienky z nás vychádzajú ako dobrá vôňa. A te jó gondolataid jöjjenek ki belőlünk, mint jó illat. Aby cirkev prežila uzdravenie. Hogy az egyház gyógyulást éljen át. Aby toto naše Slovensko. Hogy ez a mi Szlovákiánk. Pochopilo jednu vec. Megértsen egy dolgot. Že keď budú mať mysel svojho učenia. Hogyha az ő értelmükbe az ő tanításaik lesznek. Myslenie cirkvi. Az egyháznak a gondolkozása. Myslenia učiteľov cirkvi. Az egyház tanítóinak a gondolkozása. Nikdy nemôže byť v jednote. Soha nem lehet egységbe. S Ježišom Kristom. Az Úr Jézussal. Ale my všetci chceme, Pane Ježišu. De mi mindannyian azt akarjuk, Úr Jézus. My chceme mať tvoju myseľ.
a te értelmedet, a te gondolataidat. Tak to hovorí Pán Ježiš. Így szól az Úr Jézus. Videl som, láttam, keď sa otváraš pred cudzie myšlienky. Hogy megnyitod magad idegen gondolatok előtt. Klikáš nás pred svojim počítačom na kanály, ktoré ma veľmi zarmucujú. Hogy rákattintasz a te számítógépeten olyan oldalakra, amik engem nagyon elszomorítanak. Nepobudzuj ma k nehu. Ne ingerelj engem a haragra. Ešte mám trpezlivosť k tebe. Még van türelmem hozzád. Činj pokáni. Tarts bűnbánatot. Zmeň svoje myslenie. Változtasd meg a gondolataidat. Očisti svoju mysel. Tisztíts meg a te gondolataidat. Očisti svoje srdce. Tisztíts meg a te szívedet. A buď plný Ducha Svätého. És legyél telve Szent Szellemmel. Buď plný mojho slova, tak hovorí Pán. Legyél telve az én beszédemmel, így szól az Úr. A tak ja budem s tebou. És én veled leszek. Po všetky dni tvojho života. Minden nap, az életed minden napján. Od teraz až na veky. Mostantól fogva mindörökké. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.